Mécsesek és emléktáblák találhatók a Maros híd jobb oldalán, ha kifelé megyünk a városból. Ennek az az oka, hogy egyre elterjedtebb az a szokás, hogy a Bálóligetben, a híd lábánál, a kis kápolnában vesznek végső búcsút szeretteiktől a családtagok, barátok, és a hamvakat a folyóba szórják. Hogy megmaradjon egy emlék az elhunytról, sírköveket helyeznek el a folyó partján, vagy egy-egy gyertyát tesznek le a földre. Ezeknek szeretne méltó helyet biztosítani Cirbus Gábor önkormányzat. Képviselő. Ugye a makóiaknak nagyon sokat jelent a Maros folyó, és ezért is kérik nagyon sokan azt a szeretteiktől, hogy ők azt szeretnék, hogy a hamvaikat szórják a Marosba. És én úgy gondolom, hogy ez a kialakult helyzet, ez több mint méltatlan, és jó lenne egy igazi szép emlékhelyet kialakítani. Én ezt kezdeményeztem a képviselői indítványommal. Bízom benne, hogy befogadást fog nyerni az ügyrendi és pénzügyi bizottság ülésén jövő héten kedden, és azt követően pedig a képviselőtestület elé fog kerülni. Egészen pontosan azt tartalmazza a képviselő indítvány, hogy a 2024 évi költségvetés terhére terveztessen az önkormányzat egy emlékhelyet, és ennek a kivitelezését is természetesen az önkormányzat rendezze. Az önkormányzati képviselő elárulta, hogy számos alkalommal, amikor átkelt a hídon, látta a mécsesek lángjait, és ez késztette gondolkodásra. Cirbus Gábor elmondta, hogyan képzeli el az emlékhelyet. Egy olyan elképzelésem van, hogy az urnafalakhoz hasonló építményt kellene itt kialakítani. Nyilván erre a neveket ugye az évszámokkal fel lehetne később helyezni, és virágtartókat, mécsestartókat tudnánk elhelyezni itt alatt, illetve egy kulturált körülmények lehetne akár térköves burkolata ezt körbeverni, vagy akár ilyen fehér aprókavicsal körbevenni, örökzöld növényeket lehetne ültetni a környezetébe. Az indítványról a december 13-ai rendes képviselői testületülésen születhet majd döntés.